itt haladnak el előttünk. Hát azt mondom, hogy innen kérem, ezt már nem lehet elveszíteni. Sziasztok, ez itt a Lapátolás Podcast, a Kajakkenu magyar hangja. Adásainkat a Kajakkenu sport jelenlegi és leendő szerelmeseinek készítjük. Vendégeim a sport fiatal, meghatározó egyéniségei, illetve a már befutott, idősebb korosztály képviselői lesznek. A műsor célja, hogy a vendégeimet egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz, betekintést nyerhessünk magánéletükbe, megismerhessük egyéni életszemléletüket, a sporthoz fűződő viszonyukat. Reményeim szerint sokat tanulhatunk majd tőlük, nevethetünk velük együtt, és így módon is tovább népszerűsítjük ezt a nagyszerű sportágat. Iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek minket Instán, Facebookon és Spotify-on. Adásainkat a Vodafone Podcast Pioneers projekt támogatja, akik szponzorációjukkal segítenek nekünk tovább újítani a technikát. Köszi Vodafone! Ezen az első válogatón hányadik lettél itthon? Hatodik. Hatodik. És itt volt az, amikor mondták, hogy wow. Igen. És nagyon boldog voltam. És az egész bemelegítéstől kezdve mindenben annyira boldog voltam, annyira élveztem, annyira szerettem csinálni. Akkora tűz volt bennem már azzal az egész felkészüléssel, annyira vártam, hogy végre mehessek, hogy senki már, bocsánat, lesz arra, hogy ott vagyok, tényleg senkit nem érdekel, és egyszerűen meg annyira ki akartam élvezni ezt az egészet, és csak menni és csinálni, hogy ez lett a vége. És akkor kiderült, hogy 501-es is egyes induló is lehetek ugye az EB-n. Egyedül akkor a Szabinát kellett megelőznem, azt hiszem, mert a többiek felnőttre készültek, ugye. És a Szabina ott indult mellettem. És teljes mértékben fel voltam rá készülve, hogy az elején gyorsabb lesz minden, és hogy 250-nél ott hagyom. És így történt. Nagyon-nagyon-nagyon jó pálya volt. Teli nyugodtsággal, az elején is, minden. És akkor ilyenkor ezek azok, amik szerintem megadják azt, hogy miért érdemes csinálni ezt az egészet. Mert szerintem ezek megfizethetetlen pillanatok. Igen. Én is azt szeretem a legjobban, amikor úgy állok be egy pályára, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mire vagyok képes, és teljes nyugalomban. Ugye mondtad, hogy te akkor teljesítesz általában jól, amikor izgulsz. Itt viszont egy ilyen nyugodtság volt benned, és mégis jól sikerült. Akkor ez most mitől függ? Előtte azért oda mentem a sportpszichológusomhoz, a Baki Danihoz, hogy figyelj, Dani, nagyon izgulok. Futtam előtt, nem tudom mennyivel. Szóval izgultam akkor is, amikor oda kerültem már a vízre, meg stb. Le tudtam magam hozni egy olyan alfa állapotba, hogy akkor már nem az izguláson volt a hangsúly. De nyilván ez a kis izgulás mindig benne van, és szerintem benne kell, hogy legyen az emberben, főleg verseny ideje alatt, mert akkor az azt jelenti, hogy érdeklés, hogy fontos neki. Szóval ez vele jár, csak meg kell tanulni kezelni. Bejöttél hatodiknak, ilyenkor ezután már rögtön kiderült, hogy akkor te vagy az EB1-es induló? Igen. Igen? Igen. És ugye az egyeseten kívül még mentél egy 504-est is az EB-n. Melyik volt előbb? Az egyes vagy a négyes? Négyes, és 59 perc volt a kettő futam között. Igen. Wow. Mentetek egy 504-est. Nagyon fájt. Most segíts nekem a Szabinával, Laurával, és még a Dorinával, Tecsi Dorinával. Ugye itt ez egy ezüstérmet hozott nektek. Ugye első éves 23-asként azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Igen. És főleg úgy, hogy utána 59 perced volt, és mentél egy full maxos 501-est is. Volt közt eredményhirdetés is. Igen. Ezt így hogy menedzselted le, akár mentálisan, akár fizikálisan? Hát ez is örök élmény maradt szerintem számomra így a kajakpályafutásom során, tartson bármeddig is, ezt biztos, hogy magammal viszem a sírba. Mire odaértünk az EB-re, addigra már ugye egy jó állapotba kerültünk, nagyon kemény volt az utána, a válogató utáni felkészülés.
nagyon nehéz volt nekem azt a pár hetet kibírni az EB-ig, az 3 vagy 4 hét volt körülbelül, szóval az megint nehéz volt, de valahogy túltettem magam ezeken a dolgokon, és tudtam, hogy itt most nem szabad olyan dolgokat megengednem magamnak, mint mondjuk az az előtti évben. Szóval, hogy azt szerettem volna, hogy azt látják rajtam, hogy magabiztos vagyok, hogy tudom, hogy mit csinálok, hogy tudom, hogy mit akarok, hogy pontosan tudom, hogy mi, mikor, merre, hány méter, stb., hogy mindent tudok. Nos, hát ez rohadtul nem így volt nyilván, de muszáj volt ezt mutatnom, hogy magabiztos vagyok, hogy elhiggyék, hogy a helyemen leszek. Mert én tudtam, hogy a helyemen leszek, de nem szabadott cirkuszt csinálni, meg drámázni, meg ilyenek. Úgyhogy ezt is így az előző évből ugye tanulságként levonva. A 4-es miatt ugye nagyon izgultam, mert azt tudtam, hogy jók vagyunk. Tehát azt éreztem, amikor először összeültünk, éreztem, hogy ez egy erős 4-es tud lenni. Ugye akkor a Dorinával párosba is jót mentünk, és ugye ő azáltal került bele a 4-esbe a páros eredmény alapján. A Lauba 100%-ig megbíztam, a Szabinában is, ugye, szóval én teljesen hittem a lányokban, hittem magamban, hittem abban az egész egységben, és tudtam, hogy meg tudjuk csinálni. És szerintem ott se gondolták volna feltétlen, hogy bejövünk ezüstre. Igaz, necces volt egyébként, mert majdnem harmadik lett az ezüstérem, de nagyon szépen megcsináltuk, és szerintem élveztük is egyébként ezt a kis időt, amíg eljutottunk addig a döntőig. Jó kis csapat volt az is, de nagyon fájt. Nekem annyira 500 méter sehogy nem fájt még. Szóval, hogy a vége, úristen, tényleg, ez nagyon megmaradt bennem, nagyon-nagyon fájt. Én sajnos nem szoktam idáig eljutni, 501-esbe, meg 4-esbe már inkább, de 501-esbe nem, pedig az lenne a cél, hogy ott is ennyire ki tudjam, mert ezért nem maradhatok le, ugye, muszáj mennem, én meg néha tudod, amikor elején azt, hogy sajnálod magad, meg nem mutatom, inkább nem akarom azt a fajta fájdalmat, szóval ott meg muszáj volt, nem volt mese, és ez nagyon, azóta sem volt olyan rossz, úgyhogy úgyhogy ez nagyon kemény volt, szóval a partnál is sírtam magam. Ezek után... Hát úgy, hogy elsírtam magam, hogy nekem mindjárt mennem kell még egy pályán. Igen, akkor nem volt ilyen vicces, szóval az nagyon durva volt. Eredményhirdetés és minden, nagyon küzdködtem a könnyeimmel, meg minden, és akkor elmentem masszíroztatni gyorsan, jött az Andi halál nyugodtan, emlékszem, biztos, hogy nem volt nyugodt, de akkor rám azt a hatást tette, meg azt keltette, hogy hát, hogy ő nagyon nyugodt, és hogy mindent tényleg szépen, hajód itt van, jó, nyugi, majd mindjárt mész, ennyi. És tökre lehozott alfába, megint, lenyugodtam, jó, ez egy ajándék, tök jó, mehetek még egyet, ez nem adatik meg mindenkinek, tök nagy lehetőség, nagyon jó dolog. És akkor... Jó, azt így mantráztam magamban, jó van, legyen bármi is. Majd az Andi vízre rakott, és akkor annyit mondott nekem, hogy meg tudod csinálni. Na, hát ott én teljes átváltottam minden Forma 1-es versenyzőre. Fú, hát jó. És akkor volt 10 percem kb. A rajtig, felmentem, olyan dacca mentem fel, emlékszem, hogy meg tudom csinálni, így mentem fel. Ezt mantráztam magamba folyamatosan, aztán kiegészítve egy másik szóval, amit most nem fogok bemondani, hogy meg tudom csinálni. És akkor kész rajt, tük-tük-tük-tük-tük, beértem, olyan boldog voltam, nem tudom, mi történt, meg nem tudom, hogy volt. Még fel is akadtam egyébként az elején az első 200 méteren, mert a legszélső pályán mentem, és nagyon ilyen hínáros volt ott a víz. Szóval nem néztem sem erre sem, koncentráltam senkire se, azt tudom, hogy ment, mert nem is, kettes pályán mentem, ment ugye mellettem is egy lányzó, meg mind a két oldalon voltak, és mind a ketten előttem voltak, aztán a végére valahogy beértem eléjük.
Hát te hát nem ezt nem hiszem el. Én nagyon boldog voltam azzal a negyedik helyemmel. Nagyon jó időt is mentem, és nagyon élveztem az egész pályát, ezt az egész drukkot, amit kiváltott belőlem, így az Andi ezzel a meg tudod csinálni val, és... Ez mit jelentett akkor, ez a meg tudod csinálni? Hogy nem fogsz beájulni a vízbe, vagy... Nem tudom, hogy tudsz igazából. Egy jó pályát menni? Az Andi most már szerintem, sőt, most már többször sikerült neki, mindig más kell nekem. Már rájöttem egyébként, hogyha megtalálja az ember azt a kulcs szót, amivel fel tudja húzni nálam a rolót, meg nem tudom, hogy fel tudja kapcsolni a lámpát, és akkor ki tudnak belőlem váltani olyan dolgot, amire azt hiszük, hogy nem vagyok képes, aztán mégis. És akkor ott neki ez sikerült, meg azóta már többször is sikerült neki egyébként, mindig mással, de ezek jó dolgok, nagyon. Milyen elvárásokkal mentél ide az EB-re? Ugye mondtad, hogy a utolsó IFI VB-den ott csak is arany, elvárás semmi más. Ez volt az elvárás. Itt inkább saját magaddal szemben raktál fel elvárásokat, nem? Itt nem érdekelt engem, megmondom őszintén, senki, hogy ki mit, hol akar, hogyan akar. Nem számítottak szerintem az én negyedik helyemre sem, meg ez mondom, igen, ez, tehát hogy szerintem itt ez egy második, ugye akkor a Szegeden volt a VB, és arra készültek, igazából az volt a főverseny, szóval erre az EB-re nem igazán volt szerintem hangsúly fektetve, meg hogy ilyen óriási elvárások az egész csapattól. Sőt, emlékszem, a kenusok zöme szerintem 23-ra nem is indult. Yeah. És ha jól emlékszem, akkor azért is nem mentek annyira az EB-re, mert hogy egy időben volt az EB, meg a második válogató, és a VB válogató. Igen. Hogy lényegében az EB után neked kb. Vége is volt a szezonodnak. Konkrétan. Jó, végig szenvedtem az egészet, igen. De akkor itt sokkal boldogabban fejezted be ezt a szezont, nem? Mint az utolsó ifi szezonodat. Igen. De ugye ott az egy nagyon, tehát ott majdnem 2 hónap volt még a szezonból. Én ott lebegtem többiek között, mindenki készült a VB-re. Fú, nagyon rossz volt, nagyon szenvedtem, hogy nekem ugye semmi konkrét célom, már elvárásom nem volt, annyira nem zsizsegtem be, nem mozgatott így a dolog, hogy hát, hogy én nekem itt most óriás dolgokat kéne csinálnom, vagy bármi, akármi. Úgyhogy nem különösképpen foglalkoztam ezzel a dologgal. Nyilván idegesített, de akkor a vége felé már átváltott egy olyanba, hogy hát, hogy várom a következő évet, mert ebben már elegem van. Hát ez érthető. És akkor elérkeztünk a 2023-as szezonhoz. Ebbe hogyan kezdtél vele? Itt még motiváltabb voltál, mint eddig valaha, vagy itt mi volt benned? Hát, kérlek szépen, nehéz volt ez a tél, és hát az előző tél, mert már sok jó időm volt mindenhol, futásban, úszásban, szóval nem az volt, hogy vakon tapogatózunk, hogy mit tudok, meg mire vagyok képes, hanem ott már ott voltak a papíron az eredmények, és ezek lehet, hogy elkezdtek így frusztrálni, hogy most már, és az már ugye kemény szint volt nekem, hogy ez kemény tél, meg stb. Nem feltétlen sikerült egyébként megjavítanom az ideimet, meg szerintem nem fejlődtem annyit, mint az előző évben, nem erősödtem annyit, meg úgy összességében nem élveztem az előző felkészülést. Igazából ez így összességében, tehát egészen a válogatókig, ahogy versenyeztem, meg stb. Több egyéb okból kifolyólag ez egy nagyon-nagyon nehéz szezon volt, szóval nagyon boldog voltam, hogy úgy sikerült, ahogy, mert hát nem volt gyenge az út megint csak, de nem baj, mert tanultunk belőle nagyon sokat megint,
és megyünk tovább. 2023-as szezon, ugye itt is megvoltak a válogatók. Milyen helyezéseket értél el itt a válogatókon? Az első válogatón olyan K-val ugyanolyan időt mentünk, pár tized másodperccel, szóval hogy 9-én 10-dik lettem, teljesen másik középfutamban, de az ugye nem lehet megmondani, hogy ott hogy meg mi. Azzal én nagyon elégedett voltam igazából, de nem élveztem, szóval nem érdekelt. Akkor úgy nem voltam olyan lelki állapotban, meg lelki síkon, hogy teljesen a kajakozásnak éltem, és hogy ezt vártam, meg stb. Mert ahogy elkövet, nem így vártam. Mondom, az út. Nekem nagyon fontos az, hogy érek oda, ahová, és nem volt jó. Nem volt jó, úgyhogy ezáltal az eredményt sem tudtam annyira élvezni, meg örülni neki. Aztán második válogató itt. Nem is indultam el egyesben, mert nem volt szükségem több stresszfaktorra. Úgy éreztem akkor, hogy nem bírom, és hogy most nem ez a fontos, és hogy nem most kell, mert az egyáltalán nem biztos, ugye az egyes. Viszont a négyes igen, és azt nagyon szerettem volna a lányok miatt is, szóval hogy ez nem csak nekem volt fontos, hanem tudtam egyénileg is, hogy kinek miért is számít annyira, de nagyon az a négyes, a hideg is kirázott most. Szeretem egyébként ezeket az élményeket megélni, bármennyire is nehéz akkor, mert nagyon nehéz volt tényleg összeszedni magamat, meg a lányokat is abban a négyesben, mind a Zsókát, mind a Jankát, meg mind a Szabinát, meg magamat is tényleg belerakni és odaállni. Nem is volt egyébként jó pályánk, ellenben viszont én nagyon-nagyon kértem, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna azt a négyest, és szerintem emiatt nyertünk, hogy mind így álltunk hozzá, hogy tényleg nagyon szerettük volna, és ez a jobban akarás hozta ki valószínűleg ezt a pár tized különbséget a másik négyessel szemben, mert amúgy annál sokkal jobbak voltunk már utána edzéseken is, meg össze nem lehet. Tehát négyen voltunk négy felé, csak egy közös célunk volt, és ezért valahogy beértünk. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy emlékszem arra a befutóra, hogy nagyon szoros volt. Lelátóról néztem, és onnan meg se lehetett mondani, hogy melyik egységet be előbb. Aztán ugye kiderült, hogy ti. Itt is ilyen felszabadultság volt benned, hogy még így is, hogy ennyire szét vagyunk esve, még így is meg tudtuk csinálni? Nem voltam boldog, és teljesen elégedett, mert nem volt jó pálya. Tehát, hogy nem kajakoztunk jól, nem volt egyben a dolog, viszont azt tudom, hogy az egész pályán ott voltam, és tudtam, hogy ezt nem fogjuk elengedni, és végig toltam én is az egészet, hogy a többiek is, és teljesen emlékszem, hogy minden megvan, teljesen benne voltam a pályában, mondom, ezt nem hiszem el. De amúgy rajt után már éreztem, hogy szerintem érzi az ember egyébként, nem tudom te, hogy vele, de amikor megvan, én ott is tudtam, hogy megvan, szóval ez a miénk. Már amikor elrajtoltunk, akkor hiába, nem tudom, nem néztem vissza a videót, de lehet, hogy azt mondták talán a másik csapatban lévő lányok, hogy ők rajtoltak jobban. Én nem éreztem amúgy, hogy ők rajtoltak volna jobban. Viszont azt éreztem, hogy nekünk jól sikerült, és hogy onnantól kezdve igazából, hogy mi fogunk kijönni elsőnek. Azt nem gondoltam el, tényleg, hogy ennyire szoros lesz. Első húzások után már tudtad? Igen, de ezt mindig tudom. Amikor már beülünk a hajóba is, akár a VB-n is, tehát ahogy beleülök a hajóba, érzem, hogy ez most jó. Meg azt is, amikor nem. De általában... Akkor, hogyha rossz, akkor rögtön ki is szállsz. Hát sem szálltok ki, de az egy rossz edzés. Amikor azt érzem, hogy én a helyemen vagyok, akkor általában az jó szokott lenni csapat hajók szempontjából. Ha érzem, hogy kényelmes, jó a láb, beállítás, ülés, minden, kis szivacsaim, hogyha vannak. Igen, az első húzásokból megvan az, hogy érzem valahogy így ezt az egészet. Uh-huh.
Tehát ugye nagyon szoros volt, utána viszont ugye egyértelművé vált, hogy ti vívtátok ki a VB indulási jogot. Egy nagyon szép helyen volt, tartották az idei világbajnokságot, ugye Auronzóban. Neked ez az egy számod volt. Igen. Erre mindent feltettél. Igen. Mennyit készültetek specifikusan a négyessel, a négyesre? Voltak edzéseink, szerintem nekem eddig ez volt eddig a legtöbb edzésem így versenyre felkészülés csapathajóval, meg csapathajóban, ugye előtte, szóval ez is egy új élmény volt, úgymond, mert előtte sose készültem ennyit még a csapattársaimmal. Szóval nem voltak annyira jók az edzések, de egyre jobbak lettünk talán, egyre jobban összeálltunk. Szerintem nem annyira hitték el, főleg így a Janka meg a Zsóka, hogy ez tényleg meg lehet. Emlékszem, hogy a Jankának úgy mondtam a szobába, hogy aranyérem, meg minden, és húzogatta a száját, meg így fogta a fejét, meg így minden, hogy hát jó, de minden, én meg mondtam neki, hogy de. Hát ugye Jankának még volt két másik száma, gondolom, neki azért volt miért izgulnia. Igen, meg... és akkor Zsóka is. Ugye előző évben a lányok, ugye a lengyelek mögött, ők nem voltak már idén, de ők is akkor ezüstérmesek lettek. Nem tudom, nekem úgy egyértelmű volt számomra, hogy aranyéremért, és hogy bennünk van, és hogy meg lehet. Szerintem ezt se gondolták volna soha. De mondom, még szerintem ők se, csak aztán tényleg egyre jobb lett, és összeállt a dolog. Úgyhogy volt benne meló. Aztán, amikor ott kint voltatok, nem emlékszem, most ez második, harmadik napon volt? Talán ez a négyes, nem? Végige fele, sokat voltunk kint, igen. Megmondom, ezt nem fogalmam sincs. Hogy milyen volt a te ott léted a VB-n? Hogy tényleg most csak ez az egy, tudod, hogy itt most nyilván ugye az ifi VB-n se csak magadért versenyeztél, hanem a többiekért is, de mondtad, hogy láttad, hogy edzésről edzésre kovácsolódtatok össze, egyre inkább éreztétek egymást a hajóban. Mert itt a VB-n már biztosabb lettél? Hát nagyon boldog voltam. Minden nap, minden percében annyira élveztem ezt az egész ott létet a csapattal, a hangulattával együtt ennek az egésznek. Azt gondolom, hogy egy óriási csapat gyűlt akkor ugye össze így magyar színekben, és tök jó volt ezt képviselni, illetve benne lenni ebben az egészben, szurkolni egymásnak, tényleg beláttuk az egész pályát, ugye fentről, mert ilyen jó nagy lépcsővel lehetett felmenni a törzshelyünkre, és tényleg az egészet magasról be lehetett látni. Szóval nagyon izgalmas volt, meg tényleg gyönyörű helyen voltunk, úgyhogy én teljesen átadtam ott magam ennek az érzésnek és dolognak, és alig vártam, hogy versenyezzünk és menjünk, és hogy megcsináljuk, hogy elmondhassam magamról, hogy most már... hogy is mondjam, hogy biztos pont vagyok a négyesekben, vagyis biztos pont lehetek a négyesekben, hogy tapasztalat szempontjából is, meg minden. Szóval én az előfutamot is, meg a döntőt is úgy álltam oda, meg össze, hogy mint egy igazi sportoló. Szóval talán ott tudtam már úgy viselkedni. Mint ez, ez a VB volt számodra a vízválasztó? Így a profi sportolás szerintem és a igen, hobbi. Tehát, hogy ott ahogy figyeltem magamat, hogy mikre gondolok, hogy gondolok, hogy mindent tudtam, megálmodtam az egészet, tehát, hogy mindent tudtam, hogy lesz, hogy mikor lesz, hogy hol fogok izgulni, mikor, mire kell figyelnem, nem baj, ha izgulok, jó, akkor ezt mindent megbeszéltem magammal, tehát, hogy folyamatosan megvolt ez a belső kommunikáció és belső nyugalom, és hogy ez jó, hogy ez nagyon jó. És próbáltam, ugye beszéltünk az előfutam után, így csapatos túl, hogy ennek azért össze kell állnia sokkal jobban a döntőre. Azt gondolom, hogy mindenki magával tudott foglalkozni, mire odaértünk, és mindenki szívvel, lélekkel oda tudta tenni magát, és így jól jött ki teljesen ez az egész. Úgyhogy
életemben először verseny után akkor voltam nagyon boldog. Előtte még nem sikerült úgy versenyeznem, csapathajó, hát várjál, nem, mert a 22-es, ugye az EB, az nagyon boldog volt, de azt úgy... De nem volt időt boldognak lenni. Igen, igen, és az egyes az ugye az más volt, és ezzel most itt tudtam, hogy vége, ez megvan, vége a szezonnak minden. Ezt szerettem volna, és sikerült, és nagyon-nagyon-nagyon, tényleg nem is tudom, hogy ezt leírni, ezt az értést, szóval az nagyon kellett. És ugye, ahogy említetted, ezek után talán magyar bajnokság volt, vagy valami ilyesmi, de ezzel le is zárult ugye 2023-as versenyszezonod. Azt a tendenciát veszem észre, hogy nagy többségében minden évről évre ugye motiváltabb leszel. Néha vannak ilyen kilengések, ugye szezon közben, ha nem úgy megy a szekér, akkor éppen abba akarod hagyni, igen, meg kiveszel egy-két nap szabad napot, vagy éppen 21-22 napot. Már rég volt, de igen. De hogy alapvetően szépen építgeted magad, észreveszed azt, és tudomásul is veszed azt, hogyha éppen most a mentális állapotodon kell fejlesztened. Mit gondolsz, mi az, amivel a jövő évben is előre tudsz majd lépni? Biztos van, amit még úgy érzel, hogy még most is van mit csiszolni rajta? Van, és most szevillai edzőtábor, az nekem nagyon sokat dobott a következő évemre egyébként, valószínű, de most nagyon remélem, hogy bízok benne. Igen, Sevillába is, most ez nekem olyan volt, mint egy ilyen roló. Kicsit így olyan, mint a felhúzták volna a rolót nálam, meg megint ugye ez a, hogy felkapcsoljuk a villanyt, hogy haló. Szóval, hogy nincs időm igazából, így arra következtettem, meg arra jöttem rá ott az ott létem alatt, mert én mindig úgy voltam vele, hogy majd, ha készen állok, akkor elkezdem, meg majd komolyan veszem. Mindig is komolyan vettem valahol, de valahol mindig ott volt bennem ez, hogy még nem kell, és hogy még van időd. És hát amúgy nincs. Szóval amúgy nincs. És el kell kezdeni, és nem lesz olyan, hogy majd egyszer, nem tudom, valaki megkopogtatja a vállamat, és azt mondja, de figyelj, most készen állsz, mehetsz. Szóval, hogy ezt én döntöm el, és nem feltétlen kell egyébként készen állnunk olyan megpróbáltatásokra, amik mondjuk újak, vagy a komfortzónánkon kívül történnek, meg a burkon kívül ért impulzusokra. Nem kell készen állnunk. Úgyhogy ez nekem nagy löketet adott a következő évekre, vagy a következő szezonra és évre is, hogy most már itt vagyok, és hogy el kell kezdenem magamat is komolyan venni, hogy mások is komolyan tudjanak venni. És igazából most ezen az elven megyek és alapon vagyok, hogy ezt el kell fogadni, hogy a sportolói életmód, meg életvitel, az nagyon sok lemondással jár, és nagyon sok elköteleződéssel, és nagyon hosszú folyamat, és mindig van mit tanulni, és mindig van hova fejlődni, de azt gondolom, hogy most elérkeztem egy olyan fázisba az életem során, hogy elkezdtem elfogadni, hogy mi nyáron Szegeden vagyunk, Szolnokon vagyunk, edzőtáborokban vagyunk, és hogy nagyon sokat nem vagyok itthon, ugye Budapesten, szóval ez így összességében nekem nagyon sokáig nem fért bele, nem akartam ezt így, mindig azt éreztem, hogyha vagyok valahol, hogy nekem nem ott kéne lennem, hanem máshol. És ezért ez így... Most végre megtaláltad a helyet? Most azt gondolom, hogy most már egyre inkább az, hogy nekem ez van most. És hogy aki az életem része szeretne lenni, és aki benne szeretne
lenni az én sikereimben, mert ezeket nem egyedül érem el, ugye, hanem nagyon sok ember, aki körülvesz és szeret, és velem van, mind hozzájárul ahhoz, hogy én sikeres legyek, és komolyabb eredményeim legyenek, akkor neki is el kell ezt fogadnia. És nekem is azt is, hogy van, aki nem fogadja el. Ez most egy elég jól megfogalmazott kijelentés volt. Kicsit nem is tudok mit mondani. nem baj. Milyen céljaid vannak jövőre? Ami mindjárt idén. Igen. Nagyon-nagyon szeretném élvezni megint. Megint versenyezni szeretnék, nem sajnálva magamat, és kiadni magamból megint mindent, tényleg megélni az összes pillanatot. Elkezdtem megint élvezni az utat. És az jó. Elkezdtek olyan célok megfogalmazódni bennem, amikről eddig nem beszéltem. Sőt, elkezdtem álmodni, amiket eddig nem is mertem. És most Sevillában is volt, hogy 2-3 nap így a vége felé, hogy nem tudtam elaludni, mert annyira elkezdtem álmodni, hogy ez most nagyon zsong bennem, és nagyon új egyébként, hogy merek beszélni ezekről, nem feltétlenül kijelenteni, de szerintem nem is kell, meg nem is az a fontos, az a lényeg, hogy én ezt belül érezzem, és tudjam hova rakni. Szóval megint új dolgok nekem ezek, de tényleg talán amit a legjobban ki tudok venni a mostani felkészülésből, meg a következő évre, az az, hogyha komolyan veszi magát az ember, akkor elkezdik mások is komolyan venni. Hát akkor jókor hívtalak meg, mert igen. Most már mersz is ezekről beszélni. Igen. Abszolút határozottan, és azt is gondolom, hogy ennek is oka van, hogy nem véletlen jutottam most el ide hozzád, és nem akkor jöttem, amikor beszéltünk róla, meg amikor elkezdted ezt az egészet, hanem hogy most értem meg ide. Hát igen, minden. Semmi nem történik véletlen. Igen. Én is így gondolom. Akkor egy konkrét célod nincsen, csak ez, hogy érezd jól magad, szeresd akkor éppen azt a pillanatot, és az oda vezető utat. Igen, versenyezni szeretnék. Nagyon. Nagyon. Nagyon, és fejlődni még többet, és tanulni, és amik eddig nem mentek, feladatok vagy megpróbáltatások, akár edzés szempontjából nagyon sok olyan dolog van, ahol sokat kell mondjuk, vagy nem is sokat, de változtatnom kell. És ezeket szeretném minél jobban elsajátítani, és minél jobban megismerni magamat, azt, hogy tudjam, hogy mire van pontosan szükségem, ahhoz, hogy jó teljesítményem legyen, és hogy az edzéseket is minél profibban, hogy minél tényleg, hogy minél hasznosabban töltsük ki, és hogy az minél jobban vissza tudjon jönni majd a legvégén. Úgyhogy inkább ezek a célok, amik motoszkálnak bennem leginkább. Ugye mondtad, hogy így most kattant ez így át az agyadban, és így benned teljes mértékben, hogy akkor te profi sportoló vagy, itt már nem az van, hogy hobbi szinten csinálod, hanem mindent alávetsz ennek. Mondjuk. Akkor a legtöbb mindent. Igen. Akkor ez most már azt jelenti, hogy neked ez a legfontosabb dolog az életedben, és te hosszú távon erre alapozol. Igen. Kicsit így elhúzva a válaszom, de igen, szeretném. Szeretnék kitartani addig, ameddig azt érzem, hogy van még bennem. Nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, és hogy mire lesz pontosan elég, illetve hogy tényleg, hogy hova vezet majd a legvégén,
mik lesznek majd a legnagyobb eredményeim, vagy mik nem. Nem ez a lényeg számomra, hanem az, hogy ameddig azt érzem, hogy van bennem, már pedig még azt érzem, hogy van bennem, addig tartsak ki, hogy még menjek, és hogy ameddig nem stagnálok, és nem az van, hogy tényleg csak így hajókázgatok, vagy valami, addig igen, tessék csak csinálni meg minden. Szóval, hogy ez van bennem, és hogy emellett tényleg kitartani, ameddig csak lehet. Hát ezt kívánom neked, hogy tényleg addig menetelj, ameddig csak tudsz. Igen. És hogy érd el a céljaidat. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és ilyen sok mindenről beszámoltál nekünk, elmondtad az élményeidet, a tapasztalataidat, milyen nehézségeken mentél keresztül, és hogy most milyen lelki állapotban vagy, és hogy mennyi minden változott az évek alatt. És szeretném megköszönni nektek is, akik végignéztétek, vagy hallgattátok ezt az interjút. Most arra kérnélek titeket, hogy iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, illetve Spotify-on, és Dorka, még egyszer köszönöm. Jaj, hát én is nagyon szépen köszönöm, egy élmény volt. Nekem is. Sziasztok! Sziasztok!